úgymond, mint a Főnix, föltámadnak hamvaiból, és a kis sorvadt tested egyre erősebb lesz hála a szuperkompenzációnak. A műsor támogatója a Pure Gold Protein, páratlan minőségű táplálékkiegészítők, verhetetlen áron. Sziasztok, üdvözöllek titeket, Dr. Borsziki Péter 3/3 új videó, és ebben a videóban beszélgessünk egy kicsikét az izomépítésről, vagyis miért van az, hogy egy ideig eljutsz a fejlődés, meg ideig tudod növelni az izmaidat, aztán megtorpansz. Most alapvetően minden embernek van egy genetikai korlátja, egy genetikai potenciája, hogy mennyi izmot képes fölépíteni egész élete során, viszont nagy valószínűség szerint te nem ebbe a csoportba tartozol, ugyanis rendkívül ritka. Sokan gondolják úgy, vagy hát többen gondolják úgy, hogy már valószínűleg elérték, aztán, hogyha pár változást eszközölnek, mégiscsak tudnak egy kis izmot, vagy még akár sok izmot is föltenni, ugyanis ez a genetikai potenciált rendkívül nehéz elérni, nagyon-nagyon kevés ember van, aki egyáltalán megközelíti, szóval ne csüggedj, valószínűleg még fogsz tudni építeni izmot, hogyha ezekre odafigyelsz, amikről most a videó szólni fog. Első és talán legfontosabb, hogy meg kell, hogy valósuljon a progresszív túlterhelés, progresszív overload. Ez azt jelenti, hogy az izmaidat folyamatosan nagyobb és nagyobb ingereknek kell kitenned, annak érdekében, hogy növekedni szeress, hogy növekedni legyen kedvük, hogy növekedjenek. Ugyanis az izom, ugyanis a szervezet az nagyon-nagyon lusta sajnos, ugyanis az izomtömeg az kalóriaigényes, az oxigénigényes, nehezebb cipelni is. Egy nagyobb testsúlyú ember, főleg, hogyha gondolunk testépítőkre, az már az egészséget is károsan befolyásolhatja, és ilyenkor a szervezet igyekszik izmot veszteni, ezért nagyon nehéz dolga van annak, aki profi szinten minél több izmot szeretne megtartani, de akár amatőr szinten is, azért nem annyira könnyű izmot veszíteni, mint sokan szeretnék például a táplálékkiegészítő cégek ejteti velünk, de azért igenis lehetséges, hogyha te az edzésben nem valósítod meg a progresszív túlterhelést, tehát nem fogsz mindig egy picikét több munkát végezni, ez lehet nagyobb súly, lehet több ismétlésszám, lehet az, hogy lassabb hajtod végre a gyakorlatokat, rengeteg módon lehet a progresszív túlterhelést elérni, nem csak a súly növelésével, ezt ne felejtsük el, de alapvetően tényleg ez a leghatékonyabb, szóval alapvetően érdemes mindig nehezebb edzéseket végezni. Egyik tanítványom, még amikor Dunakeszin tartottam edzéseket így face to face, akkor kérdezte, hogy jó az edzés, csak mikor lesz könnyű? És az már régen rossz, hogyha könnyű, jó, szóval sose lesz könnyű az edzés, hogyha jól csinálod, mindig egyre nehezebb és nehezebb súlyokkal tudsz ugyanúgy szenvedni. Nyilván a technika csiszolódhat, stb., de alapvetően fontos, hogy ténylegesen kihívást jelentsen, és ha nem követed nyomon, nincs egy terved, mindig csak lemész és össze-vissza csinálsz valamit, akkor nem azt mondom, hogy ez nem működhet, viszont sokkal nehezebb lesz nyomon követni azt, hogy ténylegesen megvalósult a progresszív túlterelés, tényleg, hogy lemész mellezni, nyomsz, mit tudom én, ferdepadon, rúddal, utána csinálsz egy tárogatást, következő mellalkalommal nyomsz, mit tudom én, ferdepadon kézisúlyjal, utána csinálsz egy tolózkodást merre, tehát hogyha összevisz egy csinálat és ezeket nem jegyzed le, akkor valószínűleg nem fogod tudni, hogy ténylegesen több munkát végeztél le, mint az előző edzésen, ez pedig nagyon fontos, ugyanis az, hogy te most az adott edzésen építettél le izmot, ezt nem fogod tudni megmondani soha büdös életben, nem jó jel se az izomlás, se. Nincs olyan objektív mérce, amivel te pontosan meg tudod mondani, hogy igen, 2019. november 3-án az a melledzés vajon mennyivel járult hozzá az, hogy izmot tudja építeni. Sajnos ilyen nincsen, viszont egy nagyon jó fogockodó az, hogyha nagyobb és nagyobb súllyal tudsz dolgozni, vagy pedig több munkát tudsz beletenni. Rendkívül sok módon lehet ezt növelni, ugyebár a súly nyilván a legcélszerűbb, viszont nem fogsz tudni hétről hétre nagyobb súlyokkal dolgozni egy idő után. Persze kezdőszinten az tök jó, meg reális akár az, hogy mondjuk egy googleásra mondjuk 2 kilókat fölteszel hétről hétre, de idő után el fogsz jutni addig, hogy nem fogod tudni növelni a súlyt. Mi történik ilyenkor? Ilyenkor érdemes az ismétlés számot növelni. El sem fogod tudni mindig növelni. Ilyenkor érdemes plusz sorozatokat betenni, vetkőző sorozatokat csinálni. Rengeteg módszer van arra, hogy egy picikével több munkát végezni, és ez a kulcs szó, mindig több és több munkát kell elvégezni. Még egyszer mondom, lehet több ismétlés, lehet nagyobb súly, viszont erről csináltam egy videót kifejezetten az otthonedzős időszakra, hogy mit csinálj akkor, ha nem tudsz súlyt növelni. Nyilván ez nem csak az otthonedzésre vonatkozik, érdemes megnézni mindenféleképpen ezt a videót szerintem, ugyanis nagyon sokan csak és kizárólag súlyban tudnak gondolkozni, ez viszont egy kicsit korlát. Látott látásmód szerintem a súlynövelés az egyik leghatékonyabb, de korántsem az egyetlen módszer arra, hogy te progresszíven túlterheld magad, ugyanis szükséged van újabb és újabb ingerekre a szervezeted, akkor fog fejlődni, hogy a végig ugyanakkor a súlyat dolgozott, egyik, hogy elérsz a 100 kilós fekvenyomásig, tökre örülsz neki, viszont már észre se veszed, és már 100 kilóval nyomsz fekve, már itt hónapok óta, lehet, hogy évek óta, mert már annyira belefásultál a jellegi rutinodba, hogy észre se veszed, hogy nem valósul meg a progresszív túlterhelés. Szóval érdemes követni valamilyen tervet, vagy legalább lejegyzetelni azt, hogy adott nap milyen súlyokat tudtál dolgozni, és ezt próbáld meg időről időre megdönteni.
Következő nagyon gyakori hiba, amit lát, hogy igazából nem csak kezdő szinten, de középhaladó, haladó szinten is, hogy állandóan ingáznak szálkásítás és tömegnövelés között. Gyorsan le akarnak szálkást, gyorsan föltömegelni, és egy év múlva pontosan ugyanúgy fognak kinézni, és ez szomorú, ugyanis rendkívül sok ártalomnak kiteszik útközben a szervezetüket, inzulinrezisztenciának, akár anorexiának, vagy inverz anorexiának, szóval rendkívül sok probléma adódhat ebből, hogy az ember folyamatosan változtatja a célját. Amit szerintem érdemes csinálni, hogy hosszabb ideig beleállni egy izomnövelési vagy szálkásítási fázisba, viszont lassan csinálni, jó? Nem kell, mint egy 4 hét alatt 8 kilót leadni magadról, mert izom is fog menni vele, hogyha hosszantartó időn keresztül nagyon sokat fogysz, akkor pedig a bőröd is nagyobb esélye meg fog ereszkedni, és ilyenkor nem biztos, hogy meg tudod oldani műtét nélkül azt, hogy a bőr az visszakerüljön az eredeti állagába, jó? Szóval ez egyébként egy ok a sok közül, hogy miért is nem érdemes. Reflux is kialakult, hogy te szél akarod zabálni magad, ez is nagyon sokszor előfordul testépítőknél, hogy egyszerűen tömegelés van, mint vége az adott csónak, amire szálkást adtak mondjuk 12 héten keresztül, utána pedig azonnal visszaíznak 10 kilót, és működőképes ez a formáció akár éveken keresztül is, viszont rendkívül sok betegséget rejt magában, reflux, felszívódási zavarok, táplálkozás problémák, rengeteg dolog van, ami ezzel járat, szóval összességben nem érdemes már csak ezért se állandóan szálkástás és tömegelés között változtatni, pontosabban kettő dolog, ketté szedném ezt az egészet. Nem érdemes az se, hogy túlságosan nagyokat variálsz, tehát kalóriában 3000 kalóri egy hétig, 1500 kalóri egy hétig. Szóval beleesnek sokan abba a hibába, hogy állandóan szálkásítani, vagy tömegelni akarnak. Első héten, úristen, kisebb lett a karom, föl kell tömegelni, aztán úristen, már nem annyira kockás, sem le kell szálkásítani, és ez nem lesz eredményre vezető, ugyanis a testnek, hogyha izomtömegnövelésről van szó, akkor kell egy időszak, hogy realizálja az új izomtömeget. Tehát tegyük, hogy ha te befejezel egy tömegnövelési fázist is szereztél, mint 2-3-4 kg izmot, vagy bármennyit, akkor én nem ajánlom azt, hogy rögtön menj át egy szálkásításba, hanem próbálj meg először szinten tartási kalórián maradni, ami az új megnövekedett testsúlyodnak a szinten tartási kalóriája, próbálj meg azon maradni mondjuk pár hónapon keresztül, utána el lehet kezdeni egy szálkásítást, de hagyjatok magatoknak időt, hogy a test, még egyszer mondom, realizálja az új izomtömeget, ne rögtön attól akarja megszabadulni, amikor te elmész egy deficitbe. Következő, a harmadik pont, amit nem győzök hangsúlyozni, regeneráció, jó? Tehát csak annyira van értelme edzened, amennyire tudsz is regenerálódni. Nagyon sokszor látom kezdőknél, hogy iszonyú gyakori a push-pull leg felosztás, ugye kétszer egy héten az 6 edzést akar, és nem fogsz tudni megfelelően regenerálódni. Bőven lehet teljes edzéseket végezni, akár haladó profi szinten is, én is ezt csinálom egyébként, de erről lesz külön videó, vagy alsó-felső, akár úgy, hogy kettő alsó, kettő felső, de a legtöbb embernek, aki 6-szor edz egy héten, annak sokkal előnyösebb lenne, hogyha csak 4-szer edzene egy héten. Nekem is volt több olyan tanítványom, hogy meg tudtam kérdezni, hogy hányszor érnének rá edzeni, és mondjuk van 2 hónapos edzés múltja, és ő heti 7 edzést szeretne. Én meg megpróbálom őket meggyőzni, általában szerencsére szokott sikerülni, hogy sokkal jobban járnál 3-4 edzéssel, az intenzitás legyen megfelelő, neked nincs is szükséged akkor a volumenre, mint amit látsz, hogy mit tudom én, pont láttam nemrég kérdez felek, Berezki Krisztián, mennyi sorozatot csinál egy héten lábra, és akkor ott volt, hogy mit 20. És meglátja az átlagpor azt, és az nyilván nem a Krisztián hibája, szóval véletlenül se azért mondom, csak pont el láttam, 20 sorozat. És akkor ott van a szerencsétlen Pistike, 13 éves, el akar menni edzeni, és akkor csak 20 sorozatot lábra. És ez neki nem lesz optimális, jó? Csak azért, mert valaki profi és úgy csinálja, és neki az tökéletesen jó, az nem azt jelenti feltétlenül, hogy neked is az jó lenne. Szóval először próbáljuk meg tényleg fölépíteni az edzést, az alapokkal legyünk tisztában, és ne belerohanni, és túl sok edzésnek legalább annyi hátulütője lehet, mint a túl kevés edzésnek. És összességében pedig a regeneráció, nyilván ez az alvás, ennek a királya, tehát hogyha te 3-4 órát alszol, akkor hiába a világ összes masszázspisztolya, hiába a világ összes, mit tudom én, fascia tréningje, vagy akármicsoda, az neked kevés lesz, jó? Szóval az alvás legyen rendben rakva először, mennyi alvás, erről csináltam külön egy videót, 6-7-8, valakinek akár több óra is kell esetleg 9-10 óra alvás, tudom, hogy sokan ezt nem tehetik meg, viszont egyszerűen, hogyha te nagyon-nagyon komolyan gondolod a testépítést, akkor nagyon-nagyon komolyan kell gondolnod az alvást is, ugyanis mondom, annak nincs értelme, hogy te lenizzadsz a terembe heti 7-szer, és igazából csak magad ellen dolgozol, mert nemhogy sérüléseket okozol, mikrorepedéseket az izomzatban, de azok nemhogy begyógyulnak, és talán megvalósul a szuperkompenzáció, vagyis hogy erősebben visszatérjenek, úgymond, mint a főnix, föltávadnak hamvaiból, és aki sorvadt testet egyre erősebb lesz hála szuperkompenzációnak, hanem újabb és újabb sérülések keletkeznek, amik nem fognak begyógyulni, ezzel nő a fatig, tehát egy általános fáradtságérzet, ami túledzéshez fog vezetni, és nem fogsz izmot építeni, hiába vagy lenne a terembe, jó? Szóval a regenerációra sokkal.
Mi van, bogárkám? Stresszel a munka, mi? Sokkal nagyobb figyelmet fordíts, mint amit most fordítasz. Következő negyedik pont az az, hogy rossz edzésprogrammal dolgozol. Most alapvetően láthatjátok, hogy rengetegféle ember rengeteg módon edz. Nem mindenki úgy edz, hogy neki optimális lenne. Hogyha valaki, mint egy profi sportot ég foly, tipikusan nagy-nagy ellentét volt, Ronnie Coleman, hogy edz, meg Jay Cutler, hogy ez gyökeresen más edzés mentalitásokat, vagy edzés elveket, hát nem gyökeresen, de azért másabb edzés elveket követtek, és úgy lett mind a kettő nagy bajnok. És akkor nyilván ezt fel lehetne hozni, hogy mi lett volna, hogyha mondjuk cserélnek, akkor melyik lett volna sikeresebb, melyik kevésbé sikeres. Ugye Cutler inkább volumenre ment rá, tehát minél több sorozat, minél több ismétlés, minél több munka, Ronnie Coleman meg sokkal inkább az intenzitásra. Nyilván ez ennél árnyaltabb, de most ebben nem akarok jobban belemenni. Lényeg a lényeg, hogy lehetsz te a világ legjobbja, Mr. Olympia akármi, és a különböző felosztásokban, viszont különböző edzés elveket prioritásként előre helyezve, jó? Viszont érdemes kísérletezni, ugyanis lehet, hogy ami az egyik embernek beválik, az neked nem fog annyira, ezért fontos az, hogy ne legyetek kockafejűek, igenis merjetek kísérletezni a különböző felosztások között, különböző technikák között, különböző ismétlés számok között, mert tegyük fel, hogy van akinek a nagyobb súly, nagy erő mellett nagyobb izomtömeget is hoz, másnak ellenben lehet, hogy nem. Másnak lehet, hogy ő sokkal több izomtömeget hoz az, hogyha több ismétléssel dolgozik. Aztán izomros típusok. Valakinek sokkal jobb, hogyha robbanékonyan hajtja végre a gyakorlatokat, valakinek sokkal erősebb az, hogyha inkább a feszülési időre koncentrálva, még 30-40 másperces feszülési idővel dolgozik, jó? És ez olyan, amit senki a világon nem fog nektek tudni megmondani, hogy tökéletesen. Ha van egy jó edzőtök, aki átlátja ezeket az edzés elveket, akkor ő tud neked összerakni egy jó programot, ami valószínűleg neked használni fog. Hogyha pedig esetleg nem, akkor ő lesz az első, aki kapcsol, hogy neked ez valószínűleg nem optimális, és ő lesz az első, aki megmondja, hogy mit változtassál. Ezért tartom iszonyatosan fontosnak, hogy ne csak az legyen, hogy kapsz egy edzéstervet, és utána menj a picsába, te paraszt, hanem legyen folyamatos konzultáció. Ezért is van az, hogy amikor én dolgozok valakivel, hogy csak étrendről vagy csak edzéstervről van szó, akkor jelleg az úgy néz ki, hogy megírom a terveket, amik az alapját képezik az egésznek, utána pedig 4, 8 és 12 hét elteltével konzultálok, és legalább annyira fontosak ezek a konzultációk, ezek a visszacsatolások, ezek a finom hangolások, mint maga az alapterv. Ha pedig a 12 hetes komplett edzésprogram keretei között dolgoztok velem, vagy szeretitek velem dolgozni, ott pedig folyamatos kapcsolattartás van WhatsAppon, akár napi szinten lehet nekem írni kérdésekkel, és ez szerintem pótolhatatlan ez egyébként, amit én nagyon hiányolok, nem mindenkinél, de sok más edzőnél, mert az nagyon kevés, hogy te megkapod az alaptervet. Fontos az, hogy tényleg legyen valaki, aki segít neked, ha már ezért pénzt adsz, és ha szeretnél velem dolgozni, akkor ezek azok a szolgáltatások, plusz személyes konzultáció, plusz Skype konzultáció, amiben szívesen segítek neked, www.33.hu, keresd fel, és emellett pedig augusztus 31-ig még 20% kedvezménye megvásárolható mind a kettő receptgyűjtemény, ebből szoktam dolgozni az online klienseimmel is, ez 60 plusz választási lehetőséget, 60 plusz receptet tartalmaz, egészséges, gyorsan elkészítő, praktikus receptek, le van árazva, szinte fillédeként megvásárolható, úgyhogy ezt nagyon ajánlom egyébként, hogyha megvásároljátok, akkor amint megérkezik az összeg, akkor teljesetet ráállítom, és onnantól kezdve pedig le tudjátok tölteni a honlapomról. Ezzel kapcsolatban volt kérdés, honlapom egyébként mostanában fog megújulni, és folyamatban is lesz majd bankkártyás fizetés, meg minden, de amíg ez nem történik meg, addig ez a menetet többen kérdeztétek, jó? Igazából ez volt az a négy dolog, ami simán lehet, hogy akadályozza azt, hogy további izmot tudjál építeni, teljesség igénye nélkül, mert hogy igazából rengeteg dolog lehet. Még hogyha van pár dolog, amit szerintetek fontos, és most esetleg kihagytam, akkor nyugodtan írjátok le, lehet, hogy csak egy második részt ebből, hogyha úgy látjátok, hogy van erre igény. Azt tapasztaltam, hogy összességében az étkezéssel kapcsolatos videóimat azokat többen meg szokták nézni, de azért mindenféleképpen akarok még edzésről is legalább elméleti síkon beszélni, mert szerintem ez nagyon fontos, és van egy csomó olyan dolog, amiről Magyarországon úgy hallottam, például mi azt, én arról is csináltam egy videót, ami tök fontos dolog, szerintem az tök jó, hogyha tudja az ember. Tehát ezeket Magyarországon nem annyira látom, és hogyha erre van igény, hogy ilyen témákban videók szülessenek magyarul is, akkor iratkozz föl, írd le, ha tetszett a videó, nyomj egy csengőt, írj egy kommentet, az mindig nagyon jó az algoritmusnak, ezzel nyilván engem is támogatsz, hogyha pedig megosztod a videómat még Facebookon, vagy Instagram storyban, azokat meg is szoktam osztani, azt egyébként külön nagyon szépen köszönöm, jó? Ez a videó ez ennyi volt, ha tetszett, akkor ugye bár csengő, stb. Ezt már mindenki tudja, aki legalább egy YouTube videót nézett igazából bárkitől, na de ez a videó ez ennyi volt, vigyázzatok magatokra és sziasztok!